Táblázat F oszlopában az egyes ételek eredeti árai találhatóak. Akciós árat az étterem tulajdonosa úgy kéri, hogy az eredeti ár 20%-kal csökkentett értékének egész részét vesszük, és ennek az utolsó számjegyét lecseréljük 9-esre. Ennek megfelelően határozza meg a G oszlop akciós árat az étterem. Hoha, kérem szépen. Tehát itt a akciós ár 550, 20%-kal le kell csökkenteni az árat, és az utolsó számjegyet 9-esre cserél. Na nézzük akkor ezt, hogyan lehet megoldani. Hát először is biztos, hogy pontot kapunk azért, hogyha, csak egy egyenlőséggel kell, ha 20%-kal egyszerűen csökkentem ezt az árat. Ez azt jelenti, hogy fogom a 100%-ot, és kivonok belőle a 100%-nak a 20%-át. Ennyi. Tehát megvan a 20%-kal csökkentett ár. Csak hogy azt mondja, hogy ennek az utolsó számjegyét cseréljük 9-esre. Na most a következő a kérdés. Vajon ez 449-et jelent ebben az esetben, vagy pedig, hát akkor ez itt nem egészen 20%-kal csökkentés, az a dolognak a lényeg, hogy itt ez 449-et ért alatta, tehát gyakorlatilag ne bonyolíts túl, mint ahogy én, ne gondold túl, én úgy gondoltam volna, hogy ezt 39-re kell játszani, mert az lenne igazából 20%, de hogyha 449-re, akkor a feladatunk sokkal egyszerűbb. Hiszen fogom ezt a kiszámolt értéket, nyomok egy Ctrl-X-et, és először is tízesekre kerekítem. Tehát fogom a kerekítés függvényt, azt mondja, hogy mind KE kerekítés függvényt, és azt mondom, hogy kerekítsük. Csak hogy a számjegyek száma mínusz 1. Magyarul tízesekre kerekít. És amikor ez megvan, bármelyik számjegyről tízesekre van kerekítve az egész, akkor nincs más dolgom, mint az, hogy egyszerűen hozzáadok még 9-et. És így nagy valószínűséggel mindenhol dupla kattintással másoltam le, a megfelelő értéket fogom